Remek hangulat és lufi eső várta a gyerekeket május 6-án a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Bing Nyuszival, aki a gyermekek egyik kedvelt mesekaraktere, valamint a barátaival találkozhattak a kicsik teljes életnagyságban a Nyuszi Show-ban. A társulatnak különböző helyekről jött színészek, tehát vagyunk páran a Kővirágok társulatból, de vagyunk különböző ilyen ismerettségeken keresztül kerültek bele emberek. Egy nagyon-nagyon jó csapat, és nagyon-nagyon jó a közeg, hiszen a legtöbb helyre, ami mondjuk nem Pesten van, hanem akár játszottunk Szegeden, Győrben, Pécsen, oda mindig közösen autóval megyünk le, és ez mindig egy ilyen nagy közösségépítő dolog. Többen vannak olyanok, akik azóta már más elfoglaltság miatt nem tudták sajnos vállalni, de nagyon sok neves színész, vagy aki éppen most kezdett bele ebbe a színházi pályába, velünk van, vagy volt velünk, mert egy hatalmas nagy tapasztalat és nagyon-nagyon jó élmény az, hogy milyen gyerekekkel dolgozni. Bing Nyuszi és barátai című show műsor egy óra szünet nélküli igazi szórakoztatást jelentett a kicsiknek. A gyerekek elképesztően nagyon-nagyon szeretik ezt az egész produkciót, ténylegesen nagyon-nagyon sok gyerekkel találkozunk. Vannak Budapesten különböző ilyen sportcsarnokos események, amikor arra is van lehetőség, hogy ténylegesen kvázi személyesen fotózkodjanak, tehát ne csak egy ilyen nagy csoportképet, hanem ténylegesen egyesével minden szereplővel. Nagyon-nagyon szeretik. Vannak előadások, amikor a gyerekek feljönnek a színpadra, mert ők azt gondolják, hogy akkor ők most segítenek nekünk. Ténylegesen nagyon-nagyon élvezik, és nagyon jó látni azt a gyerekeken, hogy ők ennyire örülnek annak, hogy találkozhatnak élőbe Bing Nyusziékkal. Avassuk be a nézőket, hogy miért ilyen népszerű ez a Nyuszi az ilyen kis gyerekek körében, hiszen itt is Kiskörösön egészen kicsi gyerekek voltak. Talán amiatt lett ez ennyire felkapott, és azért örülnek ennyire, hogy találkozhatnak vele, mert egy olyan karakter, aki ténylegesen tanítja a gyerekeket, de közben jól szórakoznak rajta, ahogyan ügyetlenkedik, hogy a kis tulajdonképpen saját hétköznapjaikat látják Bing Nyuszin és a barátaink keresztül, hogy ők hogyan töltik, és észreveszik azt, hogy jé, tényleg egyébként hasonlít az, hogy ez hogyan történik, hogy mondjuk én is elesek, vagy én is rosszul csinálok valamit, és hogy ezeket ki lehet javítani. Nyuszi egy 3 éves kis nyúl, aki Floppal, az ő szüleivel él egy kis piros házban, és ő a barátaival tölti a mindennapjait, és felderítik az egész világot és az egész kis világukat, hogy tulajdonképpen itt mint és hogyan és mit lehet csinálni. Egy nagyon kis naív, de ugyanakkor nagyon-nagyon érdekli az, hogy mit és hogyan lehet, hogy majd ha ő felnőtt lesz, akkor ő is ezt úgy tudja majd csinálni, ahogy az ténylegesen kell. Képzeljétek, Bing ma látott repülni valamit az égen, amire azt hitte, hogy egy nagy madár, de megtanulta, hogy képek is repülhetnek az égen, amik hatalmas nagyok, már nem a földről, csak egy apró pontok látszanak.
5 darab jelenet található meg ebben a produkcióban. Az elsőben a repülőgéppel és az utazással ismerkednek, a másodikban a különbözőféle gyümölcsökkel, a harmadikban megismerkedhetnek a gyerekek azzal, hogy milyen egy baráti közösségben lenni, hogy mit jelent a szeretet, és hogy sokkal fontosabb, mint az, hogy most valami tökéletes legyen. A negyedik jelenetben a fogorvossal, ugye a gyerekeknek az ilyen nagy félelmével találkozhatnak, és ismerhetik meg, hogy itt, de ez nem annyira félelmetes, mint ahogy ők azt gondolják. Az ötödik jelenetben pedig Bingnek a születésnapja történik, és ott ünnepeljük meg közösen az ajándékok, hogy elveszik, hogy megtaláljuk közösen, van torta, meg minden nagyon menő dolog. És a dalok ezekhez a történetekhez kapcsolódnak, hiszen azok is nagyon népszerűek. A dalok is nagyon népszerűek lettek, a jelenetekhez kapcsolódnak, kivétel a leges-legelső, az a fő címünk, tulajdonképpen az az egész, ami átöleli az egész történetet, és utána mindegyik jelenethez van egy-egy dal, ami az adott történethez kapcsolódik. Gyerekeknek játszani nem egyszerű egy színész számára. A Nyuszi Show-ban ezt még a jelmezek is nehezítették. Nagyon nem egyszerűek a jelmezek, viszont emiatt is kihívás és tapasztalat, mert tulajdonképpen úgy játszunk mi a jelmezekbe, hogy csak előre látunk, és oldalra nem. Tehát tulajdonképpen, mintha vakon történne az egész, ezért nagyon egymásra vagyunk utalva, tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy mi közösen megbízunk egymásban. Nehéz, de ugyanakkor meg nagyon jó élmény, és nagyon-nagyon jó tapasztalat, és az is biztos, hogyha mondjuk egy héten mondjuk játszunk mind a két nap, akkor azon a héten nem kell elmenni kondiba, meg semmilyen különböző ilyen sporttevékenységre, mert hogy bepótoljuk a hétvégén. Kisgyermekkorban minden első tapasztalat kihívásokat jelent. Az intenzív érzelmek, mint például az öröm, csalódás vagy a düh drámai pillanatokat jelentenek az óvodáskorú gyermekek életében. A Nyuszi Show a kisgyermekek első élményeit igyekezett hitelesen tükrözni az óvodai élet zajos, örömteli, zűrzavaros világának bemutatásával.